Sziasztok! A Bad Movies legújabb émin beszámolójában kettő filmről fogok beszélni. Az első a legendás állatok és megfigyelésük, ami már nem most volt premiéren, viszont én csak most tudtam megnézni, de azért gondoltam, hogy mégis mondok róla pár szót, mert eléggé sikeres a film, és elég sokan beszélnek róla. Gondoltam, hogy hadd ne maradjak már ki én se ebből a nagy bolyból, akik hát nagy részt azért szeretik ezt a filmet, azért tudok egy-két emberről, aki nem. De igazából úgy nagy általánosságban én úgy vettem észre, hogy pozitív az egész filmnek a kritikai fogadtatása, óriási siker, és hát ugye már tervezik a folytatásokat. Ugye aki esetleg nem tudná, de nem hiszem, hogy van ilyen, ez a Harry Potter filmeknek az előzménye, ami egy ottani tankönyv írójáról szól, erről a Goethe Salamanderről, aki Amerikába utazott a 20-as években New Yorkba, és ott próbált úgymond anyagot, hát ez mondjuk túlzás, hogy anyagot gyűjteni a tankönyvhöz, mert valójában nem ezért ment oda, vagy nem csak ezért, de a lényeg az, hogy oda ment ez ügyben, és egy ilyen nagy, nagyon gonosz démon elleni harc közepébe került, ami így eléggé underworld-esen hangzik, de nem annyira gáz az egész. Én igazából nem voltam teljes mértékig megelégedve ezzel a filmmel. Szerintem vannak hibái, elég sok, viszont összességében tök jól el voltam rajta. Nem vagyok egy borzasztó nagy Harry Potter fan. Szeretem a Harry Pottert, és elismerem az örökségét, meg azt, hogy egy egész generációt megfogott, azt a generációt, amiben még én is beletartoztam gyerekként. Tehát a Harry Potter regények, az első négy rész az nekem nagyon-nagyon meghatározó volt, aztán az ötödik, hatodik és a hetedik az már abszolút nem fogott meg, egyáltalán nem tetszettek, és igazából életem legnagyobb csalódásaiként maradtak meg bennem. Valószínűleg azért egyébként, mert közben felnőttem az alatt az idő alatt, amíg azok a részek megíródtak, míg az első négyet még gyerekként tudtam elolvasni. És a filmekkel is nagyjából így voltam, hogy így gyerekként láttam az első párat, azok jobban megmaradtak, aztán így a negyedik, ötödik, hatodik és a két hetedik rész, az meg nekem olyan oké volt. Így a közepesen oké és a tök jó között ingázott mindegyik rész számomra, ezért nem is annyira voltam felhypolva erre a legendás állatok és megfigyelésükre, de őszintén szóval nem bántam, én úgy voltam vele, hogy egy látványos varázslatokkal és mindenféle lényekkel teli hollywoodi film. Én sose bánom az ilyet, ha jó, és ugye tényleg mindenhol azt olvastam, majdnem mindenhol, hogy jó. És igazából azt kell mondjam, hogy ez a film tényleg teljesen rendben van, szóval nagyon látványos, nagyon szép a CGI benne, 3D-ben láttam, ami nem, ahogy mondjam, muszáj volt 3D-ben néznem, mert máshogy nem jött volna össze, és meglepődtem, szerintem évek óta a legjobb 3D-s élmény volt moziban, bár azt meg kell hagyni, hogy még itt sem volt egy Avatar, de teljesen jó volt, és valamennyire el tudott kapni megint ez a Harry Potter világ. Tehát azt tetszett a filmben, hogy egy kicsit kibővítették ezt a Harry Potter világot. Egy kicsit többet megtudunk erről az egész muglik és varázslók közötti hát idézőjelbe feszültségről, hiszen ugye a muglik nem is nagyon tudnak róluk, de ott New Yorkban azért a film történetében egy kicsit máshogy van. Tehát a New Yorkban ott eléggé pattanásig van feszülve a helyzet, mert mint mondtam, megjelenik egy ilyen gonosz, ilyen démonszerű lény, aki folyamatosan terrorizálja az embereket, és hát már egyre nehezebb a muglikat ugye úgymond neutralizálni, vagy minek hívták a Men in Black-be, tehát egyre nehezebb eltakarni azt a nyilvánvaló dolgot, ami a szemük előtt van. És ez az egész világ így tökre működik, tehát nekem tökre tetszett ez, hogy egy kicsit jobban belelátunk a varázslók nyomozóirodáinak, meg egyéb ilyen állami szervezetének a tevékenységébe, hogy hogyan zajlanak ezek a rendszeresített, például ilyen amneziálások, vagy nem tudom, minek nevezik a filmbe, amikor törlik ugye a mugliknak az emlékezetét, tehát ugye meg ez az egész szervezettség, ez így, meg ezek a szervezetek így hogyan dolgoznak együtt, meg mit tudom én, meg egyáltalán, hogy kivitték végre Londonból az egész sztorit. Semmi bajom nem volt azzal, hogy így be volt szűkülve az egész oda a Roxfortra és környékére,
tök jó volt, tök hangulatos volt a Harry Potterben, de jó végre egy teljesen új helyszínen látni ezt az egész világot. A varázslatok, az ötletek, amik vannak, ezek a lények, ezek tök jópofák, van bennük kreativitás, vannak a filmben jópofa ötletek, és mint mondtam, tényleg abszolút látványos a film, szóval mint egy mozi élmény, szerintem teljesen jó. Ami viszont nem tetszett a filmben, az egy olyan dologgal kapcsolatos, ami baromi jó lehetett volna, mégpedig a történet. Arról szól a film, hogy legalább, hogy mondjam, felszínen arról szól a film, hogy ez a Goethe Salamander, ez elmegy New Yorkba, és ott hát elszabadulnak a táskájába ezek az állatok, és akkor ő összefogdossa őket. Így kezdődik a film egyébként. Ezzel kezdődik. És ilyen kicsit ilyen szituációs komédia, ilyen szitkomszerű az egész, hogy így összecserélik a táskájukat egy muglival, és akkor ilyen mindenféle bonyodalmakba keverednek. Tehát a film úgy kezdődik, mint egy ilyen esőskelős slapstick komédia. Amivel nekem semmi bajom nem volt, mert egyébként hangulatos volt az egész, és én úgy voltam vele, hogy oké, akkor ez egy ilyen könnyedebb szórakozás, legyen, egynek jó lesz igazából. Főleg, hogyha tényleg telenyomják ilyen jópofa ilyen akció jelenetekkel, amikbe elfogják ezeket az állatokat, amik egyébként voltak is. Tehát úgy voltam vele, hogy jó, legyen ez. De aztán mégse ez lett, hanem egy jóval komolyabb és jóval mélyebb, jóval drámaibb sztorit is belevittek a filmbe, ami arról szól, hogy hát konkrétan erről a démoni lényről szól. Egyrészt a démoni lény utáni nyomozásról, illetve nem akarok nagyon spoilerezni, így eléggé mélyen belemennek abba, hogy ez a démoni lény hogyan jött létre, talán annyit elárulhatok, hogy ezt egy varázsló hozza létre, és hogy hogyan, és hogy ez milyen árat követel. És a film, ahogy halad előre, fokozatosan egyre inkább átteszi a hangsúlyt ennek a történetszálnak, vagy erre a történetszálra, és úgy körülbelül a film felénél én úgy voltam vele, hogy ez a történetszál szerintem kurva jó. És nagyon sajnáltam, hogy megy ez a történet, amiből rengeteg dolgot ki lehetett volna hozni. Kihoztak egy-két érdekes gondolatot, meg vannak jó jelenetek ezzel kapcsolatban is a filmben, de én végig azt éreztem, illetve nem igaz, mert nem végig, csak ugye a közepétől a végéig, vagy mondjuk az első harmada után, hogy ezt a történetszálat kellett volna fő történetszálként előadni. Tehát ez az a sztori, amivel ez a film sokkal jobb lehetett volna, hogyha ezt rendesen kibontják, és hogyha tényleg minden aspektusát rendesen kifejtik, akkor ez egy baromi jó film lehetett volna, mert olyan sztoria lett volna, ami nagyon komoly érzelmi és gondolati mélységeket is feltudhatott volna ásni. Mindegy. Fogadjuk-e, ásni, nem tudom. Fel tudott volna görgetni. Tök mindegy. Szóval ezekről is szólhatott volna. De nem, mert megy ez a sztori, ami engem tényleg baromira érdekelt, és tényleg elég, ahogy haladt előre, egyre sötétebb lett, és már helyenként egyre horrorisztikusabb lett. És nagyon, én nagyon át tudtam érezni az egészet. Én nagyon úgy éreztem, hogy itt egy nagyon durva dráma, egy nagyon durva karakterdráma és személyes dráma zajlik, ami érdemes arra, hogy bemutassa egy ilyen film, és érdemes arra, hogy főtörténet legyen, de nem lehetett rendesen kibontani, mert ezeket a hülye állatokat kellett elkapnia a főhősnek, mert ezzel reklámozták a filmet, mert ez a film címe, ezzel lehet eladni a filmet, hogy legendás állatok és megfigyelésük, és ez, illetve nem is megfigyelésük, hanem begyűjtésük, és ezt a tényleg tök jó sztorit megszakítják ilyen önmagukban nem rossz, jó néha eléggé necces, de önmagukban szórakoztató ilyen akciójelenetek, ahogy az Eddie Redmayne valamelyik ilyen elszökött jószágot próbálja meg begyűjteni, és semmi köze nincs a történethez. Tehát ez csak ilyen merchandise, vagy nem tudom, ilyen teljesen fölösleges az egész, semmi hatásuk nincs, vagy talán minimális hatásuk van ezeknek a jeleneteknek a fő történetre, ami viszont érdekes lenne, amiről szólnia kellett volna szerintem ennek a filmnek, és én a végére már annyira ideges voltam, hogy miért kell ezzel a gagyi, ilyen, nem tudom, ilyen Looney Tunes-szerű jelenetekkel fárasztania engem a filmnek, amikor ott van egy csomó minden, amiről beszélhetne és szólhatna, és aminek a jeleneteit görgethetné előre. Úgyhogy ez volt nekem a fő bajom ezzel a filmmel, hogy nagyon elterelődött a fókusz
egy olyan irányba, ami nem lett volna egyébként rossz. Tehát, hogyha... Tehát én azt se bántam volna, hogyha a film arról szól, hogy akkor elszöknek az állatok, és akkor begyűjtik őket. Csak akkor meg ne hozzunk be egy ennél sokkal mélyebb, és sokkal sokrétegűbb, és jobb történetet, hogy amitől aztán elvehetjük a játékidőt. Csak azért, hogy itt összefogdossuk ezeket a CGI lényeket. Szóval, akkor vagy ez legyen, vagy az, de ez a kettő együtt így nem fér meg egyszerűen ebben a filmben. Ez így nem működik. Hogy akkor tényleg vegyítsük ezt a két teljesen eltérő stílusú történetet. Illetve a másik bajom a filmmel az Eddie Redmayne volt, aki szerintem nagyon, nem tudom, nagyon furára vette a figurát. Kicsit olyan, mintha autista lenne. Nem igazán értettem, hogy erre mi szükség volt. Olyan túlzottan félénken, vagy félénk karaktert hoz. Lehet, hogy ez volt a cél. Ebben az esetben jól játszott, de nem igazán tűnt úgy, hogy ez lett volna a cél. Úgyhogy nem mondom azt, hogy borzalmas volt, de nem volt annyira megnyerő nekem, meg annyira azonosulható, mint vártam. Ellenben például a mellék karakterekkel, akik egy egész színes és széles skálán mozognak. Szerintem a mellékszereplők, szinte mindegyik mellékszereplő sokkal érdekesebb volt, mint a főszereplő Eddie Redmayne, de ez még változhat, hiszen lesznek még ugye folytatások, ha minden igaz, akkor összesen 5 rész lesz. Hát nem tudom, hogy mit fognak tudni kihozni, de állítólag valami nagyon-nagyon epic dolgot találtak ki, hát majd meglátjuk. Én minden esetre azt mondom, hogy ez így egyszer egynek szerintem rendben volt, voltak hibái, bőven elég sok, mert az elmondottakon kívül azért nagyon sok ilyen kis apró hülyeség is volt a filmben, amik nem vészesek, meg nem rontották nagyon az élményt, csak így nagyon feltűntek. Mit tudom, hogy az akció jelenetek között néha ilyen nagyon fura lassítások voltak, meg voltak ilyen... Néha az egész ilyen videójáték jellege volt, hogy most ebből a... vagy ezt a lényt most úgy kell elkapni, hogy csináljuk ezt meg ezt, de akkor a lény csapdába ejti őket, ahonnan úgy tudnak kiszabadulni, hogy ezt meg ezt csinálják, és akkor ezeket így megcsinálják, és kicsit olyan kalandjáték feelingje volt néha, de ezzel még ki tudtam békülni, tehát ezzel nem volt igazából komoly baj. Az biztos, hogy ez így egy 5 részes sorozat első részének nem volt gáz, szerintem korrekt és elfogadható, de a második részre ennél sokkal többet kell majd nyújtaniuk, mert akkor ez már bőven nem lesz elég. A másik film, amiről beszélni szeretnék, az a Cap Mortem, ugye a magyar akció krimi, aminek remélem mindannyian láttátok az előzetesét, ha esetleg nem, akkor nézzétek meg, mert valami egészen elképesztő. Nem fogok sokat beszélni most erről a filmről két okból. Egyrészt a filmbarátokban még vissza fogunk térni rá, és szerintem ott jobb lesz a társaság ahhoz, hogy részletesebben átbeszéljük a filmet. Másrészt pedig, ha esetleg ott sem, illetve abban az esetben is, ha ott is, nagy valószínűséggel ez a film szerepelni fog előbb-utóbb a Bad Movies-ban is, mert hát gyakorlatilag egy aranybánya, egy olyan alapanyag, amit bűn lenne nem kihasználni. Úgyhogy egyelőre csak tényleg így nagyon vázlatpontokba szedve, milyen is ez a Cap Mortem. Ez egy akciókrimi, mint már mondtam, egy magyar akciókrimi, ami abban a szellemben fogalhatott, hogy megpróbálták kicsit leutánozni az amerikaiaknak ezt a zsarufilmes stílusát. Arról szól, hogy van egy szekta, akik rendőröket gyilkolnak Budapesten, és az Interpoltól jön egy ügynök, akit Kamarás Iván játszik, hogy segítsen a nyomozásban, és akkor így kicsit az alvilágot is át túrva, furva, és az alvilágon is mindenféle kapcsolatokat kihasználva megpróbálják felgöngyölíteni a szálakat, hogy ki lehetett ez a... hogy ki áll a szekta mögött, és miért, és hát, hogy nyilván elkapják ezt a szektát. A film az... egy egészen elképesztő darab. Olyan az egész, mintha magyar alkotók megpróbáltak volna amerikai módra filmet készíteni, amivel nem lenne egyébként szerintem baj, csak nagyon-nagyon gyenge lett az egész. A forgatókönyv az valami borzalmas. Az egy dolog, hogy a történet maga nem túl érdekes vagy izgalmas, mert ez az egész nyomozás ilyen nagyon... hogy mondjam, én úgy figyeltem a film alatt, de... nem mondom, hogy mindent követni tudtam, de nem azért, mert olyan borzasztóan szövevényes az egész, hanem mert annyira feleslegesen van túlcsavarva helyenként, és annyira szegről-végről foglalkoznak csak némelyik történetszállal,
hogy így súlytalan egy csomó minden a filmben, aminek nem kéne annak lennie, ahogy kitalálják a dolgokat, ahogy rájönnek a nyomokból a következtetésekre, azok sokszor nekem nagyon homályosak voltak, és az akció jelenetek körülbelül így, azokat így úgy kell elképzelni, hogy bizonyos állomásokon, a nyomozás bizonyos állomásain, ahhoz, hogy megkapják az információt, össze kell verniük így egy-két embert, és így tudom én 10 percenként agyonvernek valakit a filmbe. Mondjuk azt meg kell hagyni, hogy legalább az akció jelenetek vágása helye közel elfogadható, de azért ettől még nem kell mennybe menni. Szóval a sztori az olyan, amilyen, de a párbeszédek, atya úr isten, hát valami eszméletlenek. Tehát ki kell emelnem a rendőrfőnököket, illetve a rendőrfőnök irodájába játszódó jeleneteket, ahol megbeszélik az ügy aktuális állását, hogy mivel mennyit haladtak, több ilyen jelenet van a filmben, hát azok valami egészen túlvilágiak. Tehát olyan dumák vannak a filmben, amiket így abszolút nem hittem el. Gyakorlatilag, mintha felolvasnák a szöveget, vagy nem tudom, mintha nagyon rövid idejük lett volna, hogy megtanulják a szöveget, és nem arra koncentrálnak, hogy jól eljátsszák, amit csinálnak, hanem hogy emlékezetből visszamondják a szöveget. Tehát, hogy arra ment a színészek gondolati, tudom én, odafigyelése, ez nagyon magyartalan volt, de mindegy. Tehát arra kellett odafigyelniük, el tudják mondani a szöveget, és arra már nem jutott energia, hogy ezt rendesen, hatásosan elő is adják, és tényleg szinte minden színész így nyomja, és amikor tényleg azt kell nézned, hogy négy ilyen ember, vagy négy ember így beszélget egymással, hát az egészen döbbenetes. Tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen párbeszédeket ma még filmbe lehet írni, hogy ez így nem akadt fönt egyetlen szűrőn sem. De hát fantasztikus élmény volt ezt így hallgatni, és hát a színészek, te jószagú úristen! Mindenki iszonyúan túljátsza a szerepét, és mindenki keménykedik. Szóval így például a főszereplő Kamarás Iván tiszta Kiefer Sutherland a 24-ből, tisztára ugyanazt azt a kemény nézést, azt a... De minden mondat előtt mély levegőt vesz, és így behúzza az ajkait, és így... Nem is tudom körülírni, tényleg látni kell, eszméletlen az a komolykodás, amit meg az a keménykedés, amit így előadnak, de hát egyébként messze nem Kamarás Iván a legbénább az egész filmbe, hanem Gáti Oszkár, aki a rendőr főnököt játsza. Hát hihetetlen volt. Én így minden megjelenésekor tudtam, hogy tehát minden mondata olyan, hogy az én pofám égett tőle, annyira gáz, maga a mondat is, meg ahogy előadta a csávó, nem semmi volt. És persze szót kell ejteni Anger Zsoltról is, aki ugye egy nagyon-nagyon tehetséges ember, és én nagyon kedvelem őt, mint színészt. És itt ő is borzasztó volt, ő volt a főgonosz a filmben, és borzasztóan rosszul játszott, viszont ő rajta legalább látszott, hogy nagyon-nagyon élvezte, amit csinál, és ez valamennyire mentette a dolgot. Így a film végére már alig vártam az ő jeleneteit, mert tudtam, hogy akkor garantálva van egy röhögő görcs, bár aztán ezt addigra már így nagyjából minden jelenet hozta. Vannak akció jelenetek a filmben, mint mondtam, vannak ilyen verekedések, meg a végén egy elég komolyabb ilyen üldözős, lövöldözős rész. Magyar film, nem nagy költségvetésű, szerintem ahhoz képest nem gáz. Van egy-két egész tűrhető beállítás, illetve kunszt is a filmben, és cserébe van egy-két egészen döbbenetesen szar. Van egy jelenet, ami nem mondjuk nem akció jelenet, de a főszereplőnek a múltjában van egy ilyen flashback, hogy őt Japánba képzi ki az apja, aki ilyen, nem is tudom, valami kung fu mester vagy mi. Hát, esküszöm, srácok, nem tudok mit mondani. Azt látni kell azt a jelenetet. A vetített, én ilyen primitív vetített hátteret még soha filmben nem láttam. Esküszöm, soha. Pedig aki követi a munkásságomat, az tudja, hogy milyeneket láttam. És ez mindent alulmúlt. Annak a jelenetnek hol biztos helye van az évvégi top 10-ben a legrosszabb jelenetek között. Mert ez valami hihetetlen volt. Egy emberként röhögött fel az egész mozi, mondjuk nem voltunk sokan, de elképesztő volt, és ilyen hihetetlenül
idejét múlt trükkök vannak a filmben, ilyen áttűnések, meg ilyen effektek, amikor flashback van, vagy van egy ilyen víziós jelenet a filmben, amikor a főszereplő így elképzeli, hogy hogyan zajlhatott egy bizonyos ilyen rendőr kivégzés, és olyan effektekkel vannak így a jelenetek között, hogy az hihetetlen, és a zene használat is olyan, mintha valami sorozatot néztem volna, mert így 15 percenként volt egy ilyen csúcspontra járatott dallam, ami után mindig elsötétedett a kép, és így abban maradt, tehát hogy így felfokozzák a feszültséget, jött valami csattanó, és szinte vártam a The Next Episode of Cap Mortem feliratot, vagy valami ilyesmit, és akkor darálják, hogy mi lesz majd a következő sorozat részben, mert tisztára olyan jellege volt az egésznek. Úgyhogy egy egészen döbbenetesen rossz film a Cap Mortem, nagyon-nagyon rossz, de, és ez megint egy olyan de, ami után valami szubjektív baromságot fogok mondani, hogy nekem miért tetszett mégis, és valóban, jó, az túlzás, nem tetszett a film egyáltalán, de őszintén szóval iszonyú jól szórakoztam rajta. Szóval nagyon régen röhögtem ennyit filmen, és tényleg iszonyatosan élveztem az egészet egyszerűen. Egyrészt az, hogy mindez a bénázás, amit nézek, ez egy magyar filmben van. Tehát, hogy ez az egész magyar, hogy a színészek, akiket látok, azok magyarok, és ezek mind olyan színészek, akiket én nagyon-nagyon kedvelek, egy-két kivételtől eltekintve. Ez nekem vitt bele annyi bájt és annyi szerethetőséget, hogy úgy igazán, bármennyire is tisztában vagyok vele, hogy ez egy nagyon nagy hulladék, haragudni nem tudtam rá. És tényleg én rengeteget röhögtem ezen a filmen. Mondjuk az is közre játszhatott, hogy Sorterrel kettesben néztük, és körülbelül 20 perc után már egy Bad Movies külön kiadásba ment át az egész mozizás, mert így folyamatosan kommentáltuk egymásnak a dolgokat, és vadabbnál vadabb hülyeségeket tudtunk így előhozni, bár egyébként egyszer se übereltük azokat a hülyeségeket, amiket végül a film előhozott, de én nekem ez egy olyan rossz filmként maradt meg, már maradt meg, hát nem tudom, egy órával ezelőtt láttam, de egy olyan rossz filmként fog megmaradni, akkor így mondom, a Cap Mortem, amin iszonyatosan jól szórakoztam. Tehát egy igazi élmény volt, de valószínűleg ez azért van, mert én már tényleg nagyon sok rossz filmet láttam, és máshogy viszonyulok ezekhez, gondolom én. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy aki jó ízlésűnek tartja magát, az lehetőleg kerülje el ezt a filmet, ha csak nem hisz annyira a magyar filmgyártásban, hogy mindenképpen szeretné támogatni. Ez esetben viszont készüljön föl rá, hogy egy egészen túlvilágian szarfilmet fog látni. Aki viszont vevő a trashre, és szereti ezt a nagyon-nagyon gagyi, nagyon-nagyon túljátszott trasht, az mindenképpen nézze meg a Cap Mortemet, mert ehhez hasonlót még biztos nem látott. Mert persze föl lehet hozni az Európa Express-t, de ez annál sokkal vadabb. Tehát az Európa Express szerintem ennél komolyan vehetőbb még mindig, mint ez. Nem állítom, hogy mindenki úgy fog kijönni erről a filmről, mint én, és Sorter egyébként, mert ő is hasonlóan vélekedett a filmről, de én nekem egy nagyon rossz filmként marad meg, ami nagyon-nagyon kellemes élményt okozott. Azért remélem, hogy nem ez fogja megszabni a következő évekre a magyar filmnek a mércéjét, mert az nagyon-nagyon szomorú lenne. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!